A győri szigeti Roland első éves felnőtt versenyzőként lett tagja a magyar válogatott keretnek. Tette ezt úgy, hogy az elmúlt esztendőben háromszoros magyar bajnoki címet ünnepelhetett. A győriek kiválósága a könnyű súlyú négyes tagjaként szerepelhet a litvániai Trakajban. A kvartett már a 11. Mihákovics Tivadar emlékverseny idején is itt készült Győrben, hiszen az egység irányítását Kis László a Spari vezetőedzője kapta meg. Az MTK-s Csegezi Dániel és Mayer Tamás is a célban. Érdekesség, hogy az U23-as korosztály jelen pillanatban annyira erős, hogy a hat első helyezett egy másodpercen belül csap át a célon, ami 2000 méteres távon igen kis különbség. Ebből kiindulva a mieink juthatnak a mennybe, de akár a pokolba is. Ezzel együtt a négyestől titkon mindenki érmet remél, ami nem akár mekkora szó lenne Szigetitől és társaitól.